Sziasztok srácok, itt Clashy Jomász, köszöntök mindenkit egy újabb Clashy Állos videóban. Mielőtt itt nagyon beleugranánk a dolgokba, szeretnék nektek annyit elmondani, hogy ma kettő darab livestreamem is lesz. Az első az 12:30-kor fog kezdődni, egy ilyen Clash Royale, hát találd ki a kártyád zene alapján karácsonyi kiadás, Balú jó voltából, valamint délután 2-től egy Brawl Stars-os livestream lesz, amiben egy versenyt fogok tulajdonképpen közvetíteni, ami nagyon király lesz, és nagyon izgatott vagyok már ezzel kapcsolatban. Természetesen mind a kettő a Twitch csatornámon lesz, szóval a linket megtaláljátok a leírásban, úgyhogy várok mindenkit szeretettel azon a livestreamen, amelyiken ott szeretne lenni, vagy esetleg mindkettőt, úgyhogy várunk is bele a videóba. És a mai videóban nem fogok más csinálni, mint a játékba bejött újévi draft challenge-et fogom megpróbálni kivinni, valamint elvinni, ameddig csak tudom. Nem értem, hogy miért újévi challenge, amikor 30-án, illetve 31-én reggel vége lesz, és pont nem lesz újévkor. Na mindegy, legalább újévig lesz valami király kis challenge-ünk, úgyhogy mondanám, hogy ugorjunk bele elsőnek, de látszik, hogy 100 gembe került, tehát ezt az ingyenes próba lehetőséget már elbuktam. Ugyanis hát 5-ig sikerült elmenni, elég szerencsétlen csaták voltak, hogy őszintén szólva, és itt nincs ez a folytatós funkció tulajdonképpen, mert egyrészt elég jó nyeremények vannak, és van chest, ami azt jelenti, hogy nincs ez a funkció, úgyhogy meg egész jó kártyákat lehet kapni, és ugye a chest miatt nem lehet 100 gem miatt újra folytatni, úgyhogy ha 3-at vesztünk, akkor kiesünk. Szóval ugorjunk is bele, remélhetőleg minél tovább el fogok jutni. Nem szeretném ezt a videót nagyon-nagyon hosszúra, de szeretnék azért tényleg minél tovább bejutni, és meglátjuk, hogy mi lesz tulajdonképpen. Úgyhogy szurkoljátok nekem. És ja, igazából ennyit szerettem volna egy előrejelőben mondani a videóról, úgyhogy ugorjunk is bele az első mérkőzésből, hogy egy Royal Giants Sparky Balloon deckünk van. Ráadásul kis Zap bait element is van benne, a Spear Goblinok, Sparky, meg a Zap... mi az bet miatt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Zeppizzel kezd ellenfelünk, hát igen, a Sparky az egy elég rossz helyzetben van ebben a metában, őszintén szólva, annyi, meg nem ebben az metában, hanem magában a játékban mostanság, mert nagyon-nagyon sok counter van rá, de szerintem a Giants Skeleton ellen viszonylag jó munkát fog tenni, és talán miután meghalt a Zeppizzel, elhasználhatjuk a nagyon jó, szerintem erre szükség lesz. Oh, nagyon durva, csak az a baj, hogy a bombába... Ja. Igen, ez a baj. És szerintem még nem fog tudni beleülni egyet se. Viszont... van Eróza, ugye? És köszi Discord az értesítést. Erre most nincs szükségünk. Aha, jó. Mondd, hogy... Ajaj. Mi csikárt, hogy tudsz ilyen fogyatékosan lőni már, bocsánat. Kifejezésért. És nem tudja, hogy van balónunk, szóval szerintem most a balont fogjuk elhasználni, valamint a récpet. Igen, nagyon jó. Igen, és így bele fog hitelni legalább egyet, sőt nekem az egy, az bőven elég, meg a bomba, és ez a tornyunk viszont meg fog halni a Lumberjacknek köszönhetően. Hát nem jó, hogy van Pekkája is, meg a Giant Skeleton is, és mind a kettőt ő választotta, szóval ez a srác, ez nem bízza véletlenre a dolgokat. Skeletonokat splitter hátul, én egy Royal Giant Bats kombinációra indulok, valószínűleg igen, Pekka lesz a válasza. Ez sejthető volt, egy Eros-t is elhasznált. Ez már egy kicsit megkérdőjelezhető dolog, jöhet egy Sparky, Magic Archer, jó, meg Spear Goblinok. Na, ez itt nem lesz jó. Mi történik, srácok? Őszintén, szegény Pekka! Pekka, mi ez? Sparky. Jó. Jöhet a balón. Nagyon jó, nem lesz elixir az Epizre. De van, csak az már nem elég. Nagyon jó. Ájj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 
Ajajaj. Ne, gyere, Sparky! Nagyon jó, nagyon jó. Leszettük egy tornyát, nagyon szép. Haló? Haló? Ne, létszi, ne. Létszi, nem tudom mi történik, nagyon izgulok. Létszi. Ne, és meghalt! No! Gyerünk! Gyerünk! Balón! Érzem az energiát! 490, ez olyan elég? Nem mi? Nem. 6! HP! 6! HP, gyerünk, spin! Na! Oh my god! Úristen, srácok! Úristen! Ezt emiszem el! Hílelte a Lumberjacket, és abban a pillanatban sikerült behúznunk. Szerintem a csávó az így fogta, megfutott a röfényt, és dír ketté tört a konkrét. Atya, úristen, mi volt ez, srácok? Nem baj, van egy crown chestünk, és amiben semmi nem jut, jót nem jutottunk. Amúgy a Holiday Tournamentben elég elrontottam a dolgokat, mert golemmel kellett volna mennem, közben ezzel a deckkel mentem, amivel nem rossz, csak nem vagyok vele olyan jó, és hát sikerült viszonylag elég hamar 3-at veszíteni, és 6-3-ról, hát 9-4-re sikerült felhoznom golemmel. Most már megbántam, hogy nem golemmel kezdtem el, viszont most nem erről van szó, hanem erről a challenge-ről, úgyhogy nyomassuk a draft challenge, szóval nincsen kiválasztott deck, és én Levenhundot választok. Valamint, klont, nagyon jó. És a Skarmit pedig, a Guardsot kellett volna, hát még meglátjuk, attól függ, milyen katonái vannak. Meg milyen spelljei. Nálunk van a Zep, akkor nála lesz a log szerintem. Mi ez a kezdőkész? Na jó, kezdjünk egy ilyennel. És van Electrovizáró, nagyon jó. Mit fog csinálni? Jó, akkor Levenhund. Jó. Oké. És van Pekka Royal Giant. Ma most kidő, milyen spellje van. Jó. Szerintem ezt túléljük. Ezt a wizardot. Jó. És ha ezt klónozom, az kicsit Nagyon jó. Batterem megület? Na, gyerünk már! Köszi! Úristen, az ott mi lesz? Az mi lesz, hogyha felrobban? Viszont a Wizard közben sokat sebzett ott bal oldalon, most nézem. Nagyon jó. És most egy Wizardot el kell használni a jobb oldalt, vagy nem? Nem tudom, minden esetre ez sok damage lesz nekem. Nagyon jó. Jó, Levenhund jöhet. Jöhet a Levenhund. Na most Royal Giant-ezni fog. Royal Giant Wizard? Nem. Megint nincs 10 részére, vagy mi? De van. Ez érdekes döntés volt a részéről. Most a Wizardot meg akarja tartani valószínűleg, hogy megölje a Levenhundunkat. Vagy én nem tudom, igen. Oh my god, mi történik, srácok? Jó, a legtűzzel, ezt elintézi. Hát annyira sokat nem sikerült sebeznünk, de hát nem rossz azért annyira. Van amúgy pekkája, és ezt nem nagyon akarja használni. De most. Abban a pillanatban, hogy kimondtam. Viszont szerintem én megvárom még így elő, igen. Jó, jött a bandit is ide. A Zeppet miért cserébe vállalta be ezt, hogy neki nincs Zeppje? Aminek én amúgy nagyon örülök, de érted, ez így... Nagyon jó. Dupla bandit charge, tökéletes. És jöhet még egy bandit, szerintem ezt innentől kezdve barátunk elvesztette, és már jön is Abbi. Ja, Zepp! Zepp és Rokita. Ha amúgy általában ilyenkor én is a Rokitot szoktam választani, mert akkor ki lehet rokitozni a tornyát, vagy valami. De ezt is rosszul tette, és én pedig jól tettem, hogy a
klónt választottam. Az ilyen draft challenge-ekben azért jó tud lenni a klón, hogy őszinte legyek, mint láttátok, de azért nem tudom. Azért okosan kell választani. Én egy Ice Spirit, mint egy Ice Golemet választottam. Én azért a Goblin Ganget jobbnak gondolom. Hát az execution az nagyobb dolgok megállítására jó lehet, és szerintem ezt tudjátok, hogy miért választottam. Úgyhogy nézzük csak, mondjuk egy Wizarddal vagy egy execution elég jól meg lehet állítani. Szerintem milyen jó deckünk van, a Goblin Barrel, megnézzük, hogy milyen spellje van, vagy milyen van defenseként. Dart Goblin, oké, és ezt tudtuk, ezt mi adtuk neki, ugye? Úgyhogy amint átlépi azt a bizonyos vonalat, jöhet is a Goblin-ünk, és egy darab goblinunk halt meg, ennek köszönhetően jöhet az Executioner, ugyanabban a lane-ben, szerintem egyszer nem lesz itten több probléma. Na jó, de... Szerintem ez egy viszonylag korrekt defense volt, igen, és így a bal oldalra nem tudott annyira fókuszálni. A recruits-ak meg fognak halni jobb oldalon, a bombernek köszönhetően, viszont így... Azért egy jó keveset tudtunk sebezni a tornyába, és jött a Hog Rider, és ezt mondjuk pont beleraktam a bomber utolsó, aj, ne csináld, aver, ne csináld. Még egyet hog, akkor én boldog vagyok, jó, boldog vagyok. Úgyhogy mind a két tornyát sikerült viszonylag legyengíteni. Jött egy zap. És jó, oké, és... Jó, hát ez a Dart Goblin, ez nagyon nem... Nem volt jó, viszont most nem lesz. Ja, de van bomb. Mire van? Nem, nincs. Van. Nincs semmi fireball. Oké, és fireball rakítja. Draft challenge, mind a kettőtől lesz. Ott viszont nekünk van lightningunk. Szóval ezt majd igyekszem kihasználni. Executionet nem rakhatunk hátulra, mert ugye rokítozza. Erre figyelnünk kell. Viszont... kérdés az, hogy... Jó. Jó. Oké. Jó. Ez szerintem hiba volt a részéről. Igen. Ez hiba volt. Barátom, ez bizony hiba volt. Hát ezt elrontottad bennem azért. Execution, hát na most Elite Barbárok. Na, Elite Barbárok. Na, nem jó. Ne, és nem az Ice Golemet targetelte be, nem tudom mit vártam, hogy ennyit. Jó, az a Fireball, az szép volt. Ha meghalnak az Ice Barbarok, akkor jöhet a Hog Rider előre tankolni, nagyon szép. Jöhet a Lightning, ami mind a két tornyot és a Bombert leszedi, és az Executioner pedig talán bevégzi a tornyot, de pont nem. Nem minden esetre egy Zap távolságnyira vagyunk a torony leszedésétől. Jöhet az Ice Golem blokkolni a Fire Spirit-ek damage-ét, ez nem teljesen jött össze. Jöhet a Zap. Kicsit... Hogy fogalmazzak, srácok, ezt nem kéne most elrontani. 600 HP, na gyerünk, szedjük le, nagyon jó. Most küldött van egy rokitot, mert meg lehet volna, de nem lesz így meg. Azért nem szabadott volna hagyni, leszedni a másik tornyunkat, mert akkor lehet, hogy nem tudtunk volna mi hármazni, vagy én nem tudom, Royal Giant, Elite Barbar, sosem lehet tudni. Úgyhogy megnyertük a harmadik mérkőzésünket is. Jól kezdődnek a dolgok, én tornádot választom, azért sokkal több szituációból tud működni, Fireball, tornádó. Easy peasy. Royal Recruit azért, mert azzal lehet valamilyen módon counter-olni tulajdonképpen a Royal Giant-et, és még counter-pusht is indítani, míg a Royal Ghost pedig elég jó lenne a Royal Recruits ellen, úgyhogy inkább a saját oldalamra választottam be, és a Dart Goblin, vagy a Goblin Barrel pedig ugye a tornádóval be tudjuk húzni a saját King Tower-ünkre, szóval ezért döntöttem. Így kaptam tőle Mega Minion-t, meg Goblin Hat-ot, meg Firebolt, ami nem rossz, egy Ice Wizard-ra kezdek hátul, ez olyan viszonylag passzív döntés, és szerintem ha van nekünk Goblin Hat-unk, nem erre tippeltem, minden esetre ez így most elég agresszív, de megteszi. Kíváncsi vagyok erre, mit fog lépni. Van banditje, azt szépen felfogjuk, egy recruit már ott van a tornyunkon, viszont az rádesett az Ice Wizard-ra, aki belehalt, de szerintem ebből egész jól jöttünk ki, azt kell mondjam, szerintem most talán Goblin Barrelezni fog, mert akkor tornádozunk, igen. Nagyon jó. Tökéletes, és ugye a baloldali oldalra rakjuk le a Goblin Hat-unkat. Így szépen várjuk a Royal Giant-et, amire még... Aha. Hát az
Nem gondoltam, hogy most már lesz neki, így jó. Aha. Gyerünk Ghost. Ah, a szép volt részéről. Aha. Hát ülünk egy Firebolt szerintem. Azért, mert ugye elrakta a Ghostot, ő elrakta a Guardsot. És most úgy nagyjából egálba lehetünk. Aha. Lassítsuk csak le, mondjuk ilyenkor nem számít túlzottan az a Goblin Hat, mert hogy a aktivált kinyitával viszont lerakjuk a Goblin Hatot, és így egy mini counter push-t indítunk szerintem egy Royal Ghost-tal, de ő bendittel betámad minket, ami talán még eskü jó is lehet számunkra. Igen, nagyon jó, és Royal Ghost megy előre, és X-Bow-ot láthatunk részéről úgy, hogy közben rajta van a tornyon, a Zepp a franc egye meg. Viszont a Royal Ghost még mindig ott van a tornyon, és nem csinál vele semmit. 1000 élete van, és lerakjuk a következő Goblin hatunkat, és ő pedig rakja a Guardsot, de szinte megállíthatatlanak a Katrinkén a Fireball az Archer-ére. Pont jól eltaláltuk, és mennyi Spear Goblin van ott? Na ezt állítsd meg, haver! És a Royal Ghost is ott van, valamint jön az Ice Zard, szerintem ez így nagyjából elég lesz. Igen, 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 jó. Royal Ghost még pont láthatatlan tudott lenni. Tökéletes is már jöhet a következő Goblin hatunk. 567 élet, az már nem túl sok, azt kell, hogy mondjam. És jöhet szerintem a Royal Recruitsunk. Védjük meg azt az Ice Zardot, tökéletes, sikerült is megvédeni. Hát az X-Bow az nem maradt túl sokáig életben. Elhasznált a Zepét, jöhet a Fire Spirit, jöhet a Megamion. És ezt innentől kezdve biztos vagyok benne, hogy nem fogja tudni megállítani. És meg is értik a mérkőzést, nagyon szuper. Na hát nem kezdődtek jól a dolgok, azt kell mondjam, viszont most egész szökkenőmentesen haladunk előre, hogy is fogalmazzak. 4-0. Úgyhogy menjünk még. Mint említettem, nem fogom végigjátszani ezt a challenge-et biztosan. Azért mégiscsak Golem, pedig a Goblin, vagy a Royal... Na, Giant Skeleton nagyon jó ilyenkor, és az... viszont... Hát ne, azért klón, mert így legalább meg tudjuk vele ölni a Giant Skeletont, szóval nem fogom végigjátszani a challenge-et, de ha kíváncsi vagy arra, hogy mennyire sikerült eljutni, akkor ajánlom a Facebook oldalamat, mert oda valószínűleg ki fogom posztolni, ha sikerül, akkor viszonylag hamar, mert hogyha elviszem maxil, akkor viszonylag hamar kiposztolom, ha majd nem sikerült, akkor pedig a legjobb eredményt ki fogom posztolni a Facebook oldalamra, szóval ezt tudom ajánlani. Uh-huh. Szerintem az a két barbár az úgy megteszi a dolgát, jöhet a Zeppiz ide középre, azok ők pedig elintézik a Goblin, vagy a Goblin, mi az? Skeleton barát, nagyon jó. És van Giant Skeleton ellen, ilyen Inferno Dragonom. És az Epic az jó, hogy nálam van, meg van logom is, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó, tökéletes, konkrétan tökéletes, ennél jobb nem is lehetne. Szerintem egy jó deckünk van, sikerült egy jó decket kifogni, azt kell mondjam. Így tökéletes. El van foglalva azzal, és pont nem jöttek ki belőle a barbárok, de nem baj, mert egy kijött, és az pont arra elég, hogy elfoglalja szépen nekünk a dolgokat. Na, és jött a következő Goblin, hát nem gólemezünk, biztosan megyünk majd az Double Elixirbe, meg ugye nem is tudja nekünk, hogy van egyáltalán gólemünk, szóval ez még az előnyünkre is fordulhat. Viszont ugye neki van a klónja, szóval ezzel nagyon figyelni kell, valamint a Giant Skeleton jelenthet problémát. De az Inferno Dragonnal szerintem elég egyszerűen el tudjuk intézni, valamint ugye a barb hát is elég előnyös számunkra ilyen szempontból. A log az meg már csak szinte ajándék, és nem sokan átérünk Double Elixirbe, és szerintem ezt a pusht innentől kezdve elég könnyen ki fogom tudni védeni, és a Bandit megvetette magát, visszadesett konkrétan. És azt hagyom, igen, nagyon szép, és szerintem ezt egy loggal innentől kezdve elintézzük, nice, és átértünk Double Elixirbe, jöhet az Inferno Dragonunk, valamint anyám kínja. Oda bele, és robbanj, és BOOM! Ez az barbárok, gyerünk Inferno Dragon, ott a tornyon, Bennett Dash-el. És nagyon jó megállítottanok vagyunk innentől kezdve, jöhet a log
az még nem kellett volna, na mindegy, jöhet a goblin, és Bandit megint túléli, nem éli túl, bocsánat, jöhet az Inferno Dragon, ott vannak a goblinok, és szerintem ezt innentől kezdve, igen, valószínűleg már ő is feladta, úgyhogy megnyertük a következő mérkőzésünket is, tulajdonképpen, szóval tök jók vagyunk. Sokkal jobban megy, mint amikor egyedül próbálkoztam. Amúgy amikor egyedül próbálkoztam, azért próbálkoztam, mert gondoltam, hogy ilyen 6 hit winig elmegyek, esetleg max. Egy vesztésre, és akkor onnan kezdem a videót, mert akkor az már sokkal izgalmasabb, vagy esetleg még tovább. Ez sajnos nem jött össze, viszont már 5 winnél vagyunk, úgyhogy szerintem én nem állnék meg. Már valószínűleg rekord döntés lesz. Én Dark Prince-t választok, valamint Zappis, az több szituációban jobb tud lenni. És csak az Ice Golem azért, mert azzal el tudjuk terelni a dolgokat, és a Royal Giant, mert az mégiscsak egy Incondition, és mikor egy Royal Giant Zappies kombinációval el tudjuk terelni a Prince figyelmét, és nem hagyjuk, hogy üsse a Royal Giantünket, tehát bele tud ütni egyet-kettőt a toronyba. Nos, én egy Ice Golemet indítok hátulról, egy ilyen safe play, ő pedig egy Knight-ot jobb oldalon, én pedig egy Dark Prince indítok bal oldalt hátul, ő pedig egy sima Prince-t indít, viszont én ezt meg fogom támogatni minionokkal, amit túl hamar raktam, mert neki meg van rá Erosa, nagyon jó. Viszont Electro Wizardom is van nékem, úgyhogy ezt el fogom használni. A kérdés az, hogy a Prince-t hátra löki? Nem. Hát ezt jó tudni. Mindenesetre életben maradt az Electro Wizardom, aki nem fogja megelőzni az Ice Golemet, mondom. Ez érdekes volt, de kettőt sikerült belőtt, viszont a Knight bal oldal, jobb oldalon. Oh my god, viszont most elrakta a Golemet, én rakom a Royal Giant-et. Így, ezt kicsit elrontottam. Ezt kicsit elrontottam, és elrúvozni fog. Nem. Knight? Ezt jól csinálta, az a Knight, az nagyon sokat sebzett a tornyomban, túl sokat sebzett. Nem tudom mit kéne csinálni most. Ez a Zappies az elég szépen lelassítja. Még egy Electrovizárral is megtámogatjuk a dolgokat. Azért ez így, oh my god. Mi történik? Aj! Erre nem számítottam. Amúgy olyan furcsa is volt, hogy nem rak le semmit. A srác, úgyhogy hát ez azért volt, mert 3 mosketása is volt. Minden esetre 1300 HP szerintem az nem egy elpusztíthatatlan szám. Úgyhogy levahoundozunk, és ő pedig gólemezik. Ezt még ki kellett volna használni minden esetre. A lényeg az, hogy rakunk Royal Giant-et is. Valamint Ice Golem, meg a Zappies is jöhet, nagyon jó. Jó, ez szerintem a tornya az meg lesz, minden esetre itt nagyon agresszívoskodik. Anyám, nem, ez nem jó, ez nem jó. Ez szerintem egy nagyon ripnek tűnik. Igen, ez rip, srácok, ezt búcsúzunk el ettől a mérkőzéstől. Ez történik ilyen. Oh my god, Golem 3 muskétás. Nem tudom, mit kellett volna másképp csinálnom. Ez szép volt. Na, minden esetre remélhetőleg nem ragadunk le 5-nél. Van egy Crown Chestünk is közben. Én Baby Dragont választok. Valamint Giant Skeletot ebben a szituációban biztos. Royal Hogs, nagyon szép. És végül pedig Spear Goblin szerintem önök tűnik, mondjuk Ice Golem, mert vigyázni kell, hogy ne tudja elhúzni a Giant Skeletonunkat, viszont nagy valószínűséggel szerintem ez lesz, igen, ez lesz az utolsó mérkőzésünk, ha nyerünk, ha vesztünk, mondjuk ha vesztünk, akkor lehet, hogy nem, mert berage-elek és akarok még egyet menni, meg nyerni, meg ilyenek. Magic Archer, szerintem azt a Minert azt, hogy ignoráljuk a francba. Annyira nem para, jó, ez ellen a Prince. Jöhet. Mondjuk ez jó, hogy elhasználta a muskétást, mert a Walkert, mert ajaj, ez most már kevésbé jó. Viszont ha tudtam volna, hogy túléli az,
akkor biztosan, hogy nem így csinálom, hanem Royal Hogokat rakok, és nem rakom le a Huntert. Nagyon jó, Hunter van satolja, Prince odaére, igen, egyet beleüt, és oh my god. Szerintem volt egy tolyos barátom, mert nagyon jól kezdődik a mérkőzés, jó. És megint jön a Discord értesítés, és azt köszönöm szépen, srácok, hogy ennyire gondoltok rám. By the way, van egy Discord szervelem, hogyha akartok, akkor csatlakozzatok, ott vannak a linkek, valamint a link a leírásban. Na nézzük, most valószínűleg nincs Walkerje, viszont nekem nincs semmi, amivel ezt tudnám támogatni. Kérdés az, hogy ő mit csinál? Wizard. Jó. Mindenesetre azért nem keveset sikerült ezzel a pussal sebezni. És szerintem az a Prince az... jó. Nagyon jó. Ó, azért az meghalt. Kell mondjam, viszont igen, ez így jó. Minden esetre nem volt ez rossz defense, mondjuk most egy Royal Hogot elő tudnék rántani a zsebemből és lenyomni a Hunter elé, az mondjuk elég király lenne, de ezt elrontottam, nem kellett volna, de legalább minden négy a toronyra megy, és rokitozik az ellenfelünk, ami egy pozitív elixir trade volt számunkra, és el is ronthatta volna, viszont így legalább le tudok rakni egy executionert ide hátulra biztosan. Giant Skeleton nem nagyon használtuk, viszont most már használjuk, mert ott van a Goblin Giant kicsiny ellenfele ezen kártyának, és ezt pedig leszájpoljuk, illetve simán leszedjük a Prince Selin oldalról, mert ez kicsit idegesíteni fog minket, hogyha ott marad, jött egy Baby Dragon Hunter, kicsit agresszívan ide előre, azt hittem, hogy az közelebb fog maradni, de nem, nagyon jó, maradj életben, léci, köszi. Az az Executioner, az az Executioner! Nagyon jó, szerintem ezt már egy jó defense-zel megoldhatjuk, nem tudom, ezt a Baby Dragon-t se oda akartam rakni, de mindegy. 6 másodperc alatt nem fog leszedni még egy tornyot, és én azért viszonylag jól állok még egy torony leszedésében is, úgyhogy megnyertük ezt a mérkőzést, nagyon jó, eljutottunk 6-ig, ami már egyen jobb, mint ameddig én jutottam, szóval, hosszú, nem rossz. Szóval, ha érdekel téged, hogy meddig sikerült jutnom ebben a challenge-ben, akkor mindenféleképpen dobj egy lájkot a Facebook oldalamról, és ott fogom kiposztolni, hogy meddig sikerült eljutnom. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy ma is velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett a videó. Ne felejtsétek el jönni a Clash Royale-os live-ra, valamint a Brawl Stars-os versenyt, hogy ez érdekel titeket. Válasz titeket nagy szeretettel, és ha pedig ott nem, akkor holnap. A következő videóban. Addig is. Sziasztok!